Legutóbb pont egy éve jártál itt Nyíregyházán, akkor is egy egész nagyszobás műsort hoztál el hozzánk. Mesélj egy kicsit annak a koncertnek az élményeiről, milyen volt Nyíregyházán, hogy tetszett a város, milyen volt a közönség. Hát egyáltalán az, hogy újra meg újra évente visszatérek Nyíregyházára, ez azt hiszem, hogy mutatja a jó kapcsolatot a nyíregyházi közönséggel. Élmény, meg úgy megtaláltuk a helyünket ott a Kodai Iskolának a Kodai Termében, jól szól a hangszerem, élvezet játszani, minden jó. Na, olyan boldog vagyok. Hogy tetszik a város? Van egy időd ilyenkor szétnézni egy kicsit? Én kifejezetten szakítani szoktam, mert olyan jó feltöltődni, meg olyan jó sétálgatni egy kicsit. Úgyhogy hát nálatok itt rengeteg változás van, meg minden szépül, minden átépül, minden furkálnak, <laughs> átraknak, úgyhogy időnként el is tévedek, de ez, ebben én vagyok a hibás, mert én eltévedő királya vagyok. Tehát az egyenes utcában is el tudok tévedni, ezt az egész tábom tudja rólam. Úgyhogy, úgyhogy, néha ez kihívásokkal terhes ez a városi séta, de szeretem meg a múltkor nyíregyháza mellett is sétálgattam, már elfelejtettem sóstó. tónál, mert ilyen túrázó vagyok, mindig van az autóban egy, egy túra a túracipőmmel, meg a túraruháimmal, és akkor, amikor feltöltődni akarok, akkor sokszor így kinézek a térképen valami zöld területet közel a városhoz, és akkor ott megállok az autóval, és megyek addig, amennyi időm van, és jövök vissza az autóhoz, és utána irány a koncert. Ezt az eltévedést ezt úgy lehet orvosolni, ennyit súgok, hogy gyakrabban jössz egy házára, mint egy év. Nagyon próbálnék, meg, a, meg a, a kedvességetek ezt indokolná is, egész egyszerűen csak az időbeosztás teszi nagyon nehézé. 80, 85 vagy 86 koncerten van idén, és egy család, amely otthon vár, úgyhogy így is a szétfeszítettség határán van az egész csapat, mindenki gőzerővel dolgozik, hogy hogy teljesíteni tudjunk, de ez, ez semmiképp nem panasz, ez inkább mindenképpen csak az, hogy, hogy nagyon örülök, hogy ez lehetséges, meg hát hát egy státuszjelentés, hogy, hogy ez, bocsánat, ezért évente, de igyekezni fogok, oké, okay, ezt megígérem. Köszönjük szépen előre is, ugye kiemelted itt a kedvességet, ezt nagyon sokan mondják egyébként, hogy a nyíregyháziakban van valami valami nagyon barátságos a művészethez is így állnak, hozzáértik a művészetet szerint a nyíregyháziak? Ha, ha rajta múlik, tehát hogyha az, azt a mintát kell megítélnem, aki engem vesz körül, akkor igen. Körülbelül 20 éve járok vissza Nyíregyházára. Idén egyébként 25 éve vagyok színpadon, és elsők között volt Nyíregyháza. Az akkori menedzserem úgy válogatott, hogy hova megyünk, hogy mi, volt a, mi az, ami nagy a térképen. És Nyíregyháza nagy volt a térképen, már mi a városokat illette. Úgyhogy elsők között volt, amit a karrieremben Nyíregyházán hangversenyezni, és azóta tulajdonképpen évente egyszer volt, hogy, és neked van igazad volt, hogy évente kétszer, de megfordultam Nyíregyházán. Úgyhogy, úgyhogy valóban kedvesség van. De, de ez minden résztvevő részéről, tehát a szervezők részéről, a részletekről a sajtóban, a közönség részéről, úgyhogy ez tényleg egy ilyen öröm. Valahol egyébként azt is látom, hogy Nyugat-Magyarország kicsit tartózkodóbb, Kelet-Magyarország egy kicsit lelkesebb, ami a, a, a közönséget illeti, de ez csak az első tíz perc egyébként, mert onnantól fogva meg minden a művészen múlik. Tehát, hogyha a hallgató érzi azt, hogy itt ez érte van az este, érzi azt, hogy a művész kiteszi a lelkét azért, hogy ő, ő feltöltő érje haza a koncertről, akkor, akkor igazából egy pont után mindegy, hogy hol vagyunk, a, a világnak melyik pontján vagyunk, vagy majdnem mindegy, mert azért volt egy olyan koncertem Dániában, ahol uh, ilyen farccal fa néhányat tapsoltak, és hogyha pár nappal a saját koncertem előtt nem mentem volna el egy másik koncertre, amit csodálatos volt, és én állva tapsoltam, és én voltam az egyetlen, aki állva tapsol és eladja a házat, akkor ugye ott láttam, hogy hát ott ilyenek ebben a régióban, mindenki csak farccal néhányat tapsol. Úgyhogy ez megnyugtató volt később, amikor az én koncertemen is ugyanezzel találkoztam. Tehát még azt nem lehet mondani, hogy mindenhol pont ugyanolyan a közönség, de ezek utána meg lelkesek lettek. Tehát voltak nemzeti színű szalvéták a fogadás, a, mármint, hogy magyar nemzeti színű szalvéták a fogadáson, a, a koncert után, meg kedvesek voltak, mosolyogtak, elmondták, hogy milyen jó volt, de ez... Ez ment a koncert után. Na de ilyen nyíregyházán nincs, hála Istennek, úgyhogy örömmel jövök. Ugye mondtad, hogy gyakorlatilag nyíregyháza az első között volt, ahova eljöttél fellépni, és azóta nagyon sok idő eltelt. Akkor lehetséges, hogy van olyan ember, aki már ott volt az első, azóta eltelt, nagyon sok idő és ott van a mai napig. Hát gyakorlatilag már felnőtt. Én őszintén remélem. Sokat, sokat gondolkozom egyébként, hogyha egy, egy, egy percre lehetek filozófikus, mi művészek mindig mindig hogy elég jó-e az, amit csinálunk. Nekem például személyes példám, amivel ilyen önsors, örs, önsorsrontó rontó vagyok, hogy ránézek mondjuk Michelangelo Pietájára, vagy a Dávidra, és azon gondolkozom, hogy vajon tudok-e olyan jól orgonálni, mint ahogy Michelangelo faragott. És ezzel az ember az őrületbe kergetheti magát, mert nyilván nem. Csak aztán, ha tovább gondolom ezt a gondolatot, akkor nyugszom meg, hogy vajon Michelangelo, amikor visszanézett tíz évvel a Dávid faragása után, akkor, akkor vajon elégedett volt minden szeglettel? mindent ugyanúgy csinált volna meg. És mi művészek azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük a szakmánkat, semmiképpen magunkat, azt nem lehet, de a szakmánkat, akkor, akkor megvan ez az állandó kételkedés, hogy, hogy, hogy elég jó vagyok-e, megoldottam-e, csinálom-e olyan jól én a munkámat, mint ahogy mondjuk a Horgonált vagy Michelangelo faragott. És nyilván, hogyha eltelik húsz év, a legjobb, legjobb, mérők azok a lemezek. Hogyha visszahallgatok egy húsz évvel ezelőtti lemezt, fogom a fejemet, legszélesebben körbejárnék mindenkit, akinél van, és azt mondanám, hogy lenyesz és adja vissza, hadd adjak egyet most helyette, amit most ugyanez a műsor, csak ezt most már jobban tudom. Ezt nyilván nem lehet. És a kérdésedre ez a hosszú hurok azért van, mert nyilván, hogy az az ember, aki velem együtt öregette végig ezt a húsz évet, vagy, vagy érte meg ezt a húsz évet, az más ember volt húsz évvel ezelőtt, és más ma. Talán akkor az a lendület, az a fiatalos derű, az a megközelítés, ami akkor volt, szimpatikus volt neki. És talán ma is szimpatikus neki az érettebb, a nyugodtabb, a lazább, a felkészültebb megközelítés. És talán, hogyha velem marad még húsz évet, akkor szimpatikus lesz neki majd az, hogy milyen egy, milyen egy idős, megérkezett, lassú tempójú másfajta művész. Nagyon remélem, hogy vannak ilyen velem utazó hallgatók itt Nyíregyházán is. Én azt gondolom, hogy a te munkásságodat azt most már senkinek nem kell bemutatni, sem Nyíregyházan, sem az ország más pontjain. Viszont az új műsorodról lehet, hogy még nem tudnak olyan sokat itt a környékbeliek. Mire készülsz most? A hangverseny, amit hozok, a Lords of the Organ, azaz az orgon a lordjai vagy főurai. Már a címválasztással is szerettem volna egy merészet, egy izgalmasat mutatni. Az, hogy ez nem egyfajta ilyen, ilyen galamszagú, templomkarzatra felszorult, poros, ódon dolog, hanem egy modern, fiatalos, lendületes megközelítése a hangszernek. Nézd, az a bajom, hogy ez a hangszer 2000 évvel ezelőtt egy sóhangszer volt. A gladiátor viadalokon Rómában ökrös szekére húzták, és ott a tömeget szórakoztatta. Császárok meg királyok építettek maguknak ilyen hangszereket, mert ennyire menő volt. Ott volt a korai Hollywoodban, kísérte a néma filmeket, és mégis mára sokak szemében a dögunalom szimbólumává változott. És hogy ebből a, ebből a nagyon rossz polcról, vagy erről a nagyon rossz, sötét, fekete polcról igyekszem levenni ezt a hangszert ilyen izgalmas, lendületes, mozgalmas műsorokkal, mint a Lords of the Organ, ahol, ahol veti van, tehát van egy kis látvány, nem sok, épp annyi, hogy segítse a zeneművek megértését. Ezért aztán van nem csak vetítés, de de narráció, zenetörténeti ismertetés. Nem hagyom egyedül a, a hallgatót, hanem van egy kis idegenvezetés, hogy mire figyeljen, hogy hallgassa. Mindjárt egy kicsit benfentes a hallgató, és akkor akkor azt mondja talán a darab végén, hogy ó, hát értem, kicsit közelebb van hozzám ez a műfaj. Ugyanis a mi, mi dolgunk, klasszikus zenészként nem egyszerű vagy, egy borotva élen kell táncolni. És le lehet esni az érdektelenség irányába, hogyha ha nem üti meg a ma emberének az inger küszöbét a, a hangversenyünk, de le lehet esni a csinnadratta irányába is, hogyha plusz klasszikusokat gyártunk. Az meg azért nem jó, mert, a, mert azt az üzenetet, ami 300 éve csodálatos és egységes és értéket képvisel Bach vagy Vivaldi üzenetét, tönkre lehet tenni azzal, hogy az ember tele rakja dobgéppel, vagy mit tudom én. De, de ha egy picit adunk, <kül> a megértés mentén. Épp annyi látványt, hogy, hogy, ez segítse azt, hogy közelebb kerüljön a zenéhez az ember, akkor talán, talán nyertünk. Akkor megvan, megmarad az üzenet, de átüti az érdektelenség falát, és akkor mégiscsak több ember tud megmozdulni, többen jönnek el a koncertre. És mielőtt azt mondanád, hogy ez ön célú, nyilván hát persze az a cél, hogy minél többen üljenek a koncerten. De képzeld el, hogy, hogy az az ember, én szentül hiszem, hogy az az ember, aki szerdán bachal táplálkozott, az csütörtökön nem dobja el a palackot az erdőben hogy az az ember, aki szerdán Görsvint hallgatott, vagy Vivaldit, az, az másnap egy kicsit emelkedettebb lélekkel vesz részt a világban. Nem lesz egy kicsit akkor jobb a világ? Tehát nem célunk nekünk, vagy nem kell, hogy célunk legyen nekünk klasszikus értékeket közvetítő művészeknek, hogy egy picit jobbá tegyük a világot? Hát szerintem, hogyha ezt nem tűzzük ki művészként az ászlónkra, hát akkor, akkor mi értelme van az egészet csinálni? Hát, pont ettől művész a művész, hogy egy picit akarjon javítani a világon, nem? És az a tapasztalatod, hogy a műsoraiddal lehet javítani, hogy elér az emberekhez, hogy megértik ezt az üzenetet? Ez egy trükkös kérdés, meg, meg szívesen körbejárnám, de a műsor kereteit szétfeszíteni. Azt a, azt a célt, hogy majd én fogom megjavítani a világot, ezt olyan 18 éves korodtájával föladtam. De az, hogy alternatívát kínáljak egy olyan világban, amikor eláraszt bennünket a szenny minden csatornán, hogy alternatívát kínáljak azoknak az embereknek, akik ettől szenvednek. És azt mondják, hogy szeretnék, szeretném a lelkemet is táplálni, szeretnék igényes kikapcsolódással feltöltődni, szétnézek a palettán, és akkor ez az, ez egy látványkoncert, ez hozzám szól, hiszen senki nem tudja otthon hagyni a napját. Senki nem tudja otthon hagyni az okos telefonját, ami 10 perccel a koncert előtt még nyomkodott, és még az e-mailjeit olvasta, meg a Facebookját bökötte, meg még meg a gyerekre, hogy jól van-e, meg evette, és a többi. És ezután várnám én el tőle, hogy, hogy másfél órát üljön nyugodtan a fenekén. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan kínálatot kell adjak, ami az ő impulzus szintjéhez igazodik, de mégis értéket képvisel. Tehát igen, talán, talán egy icipicit, azt tudom mondani. Hát persze, egy, egy a, a, a mentén az utópia mentén elindulni, hogy csodálatos volna, hogyha az emberek kicsit javulnának, ha, ha másnap a busz megállóba koncertekről beszélgetnének, meg könyvekről beszélgetnének, ez gyönyörű volna. Képzeld el azt a világot, hogy, hogy milyen volna. Nem fog megvalósulni, de nekünk művészeknek dolgozni kell ezért. Most már csak egy dátum és egy helyszín szükséges, hogy a nézők is tudják, hogy hol lehet ezt átélni. Én november 13-án jövök hozzátok, este 6 órakor játszom a Kodai Iskolának a Kodai Termébe. Bach, Vivaldi, Görsfin, Bizé és én. Biztosan ott leszünk, remélhetőleg a kedves Nyíregyházi hallgatók is. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.